Tisztelt Hölgyeim és Uraim, köszöntöm Önöket a mai sajtótájékoztatónkon. Magyarországon emelkedett a fertőzöttek száma, jelenleg 12 olyan beteget tartunk számon, akik az új koronavírustól fertőzöttek meg. Csehországban ez a szám 40, Lengyelországban 18, Szlovákiában 7, Ausztriában jóval magasabb a megbetegedettek száma, ott jelenleg 157 beteget tartanak nyilván, Horvátországban 13-at, Romániában 17-et, Szlovákiában 7-et, Szlovéniában már 25-öt. Globálisan világszerte 114.452 megbetegedést regisztráltak, ebből Európában 15.590-et. Az elhunyt betegek száma 4026, Európában 540. Egyre magasabb a felépült betegek aránya, immár 64.169 személy épült fel a betegségből. Tovább folyik a közúti határátkelőhelyeken az ellenőrzések és a szűrések végrehajtása. 427 ilyen ellenőrzést hajtottunk végre, a repülőtereken pedig 6598-at. Továbbra is folyik az ügyeleti központban a beérkező elektronikus levelek és telefonok megválaszolása. Mindez idáig a mai nap 13 órával bezárólag összesen 2065 elektronikus levél érkezett hozzánk, és 5000-nél több telefonhívás. Megállapítható, hogy az elmúlt napokban minden eddiginél nagyobb számú volt az elektronikus levélben tett megkeresések, illetve a telefonhívások száma. Szeretném tájékoztatni Önöket arról, hogy Olaszország rendkívüli intézkedéseket vezetett be a koronavírus járvánnyal kapcsolatosan. Ennek folyamányaként az operatív törzs elkezdte kidolgozni a schengeni belső határokon a szárazföldi volt szárazföldi határátkelőhelyeken bevezetendő intézkedéseket. Terveink szerint szűrni fogjuk az Olaszországból érkező utasokat. Egyébként ezeknek az zárásoknak éppen az lenne a lényege, hogy a fertőzött területekről, a fertőzéssel súlyosan érintett gócpontokról ne tudják elhagyni a személyek a területet, és ne tudják kivinni a vírust ezekről a területekről. Ennek ellenére azt látjuk, hogy a bevezetett intézkedések hatására nemhogy ott maradnának az érintett területeken lévő személyek, hanem próbálják elhagyni azt. Felmerülhet természetesen az is, hogy honfitársaink hazautaznak ezekről a területekről. Éppen ezért kérjük ezeket a honfitársainkat, hogy további intézkedések bevezetéséig, hazatérésüket követően 14 napig maradjanak otthonukba, maradjanak távol a közösségektől, és ne menjenek dolgozni, vagy ne menjenek oktatási intézménybe. A Magyarországon átutazó és az érintett területekről érkező utasok, gépjárművek, személyek vonatkozásában már korábban vezetünk be intézkedéseket. Ilyen többek között az, hogy az autópálya pihenőhelyeken gyakrabban takarítják a közös helyiségeket, az épületeket, és olyan fertőtlenítőszereket alkalmaznak, amely alkalmas a vírusok elpusztítására. Ahogy azt már korábban említettem, a sportrendezvényekkel kapcsolatosan elkészült az operatív törzs ajánlása, amelyet holnap kormányülésen fog tárgyalni a kormány, és ezeknek az ajánlásoknak a megfogalmazásánál figyelembe vettük az európai gyakorlatot, illetve a szomszédos országok már korábban bevezetett intézkedéseit. Az ünnepi rendezvényekkel kapcsolatosan azt javasoljuk, hogy tekintsenek el azok megszervezésétől, különösen akkor, hogyha azokat zárt helyen bonyolítják le. Hasonlóképpen kérjük az iskolákat, óvodákat, hogy a nemzeti ünnep alkalmából ne szervezzenek rendezvényeket. Szeretném felhívni a leginkább érintett korosztályok figyelmét arra,
hogy lehetőség szerint a 60 év fölötti állampolgárok kerüljék a közösségi rendezvényeket, és ne menjenek jelentős tömeget vonzó rendezvényekre. A kormány több mint 8 milliárd forintot különített el az új koronavírus elleni védekezés érdekében, amelyet az operatív törzs javaslata alapján fognak felhasználni azok az érintettek, akik a védekezésben szerepet játszanak. Ez a több mint 8 milliárd forint olyan tevékenységek támogatására, olyan eszközök beszerzésére fog majd fordítódni, amelyeket az operatív törzs indokoltnak lát, és természetesen, hogyha ez az összeg kevés, akkor Magyarország kormánya a magyar állampolgárok védelme érdekében szükséges erőforrásokat át fogja csoportosítani. Felkérem dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos asszonyt, hogy tartsa meg a tájékoztatóját. Jó napot kívánok! Amint már elhangzott, a tegnapi állapothoz képest három bizonyítottan koronavírusban szenvedő beteg detektálása történt meg az elmúlt 24 órában. Tehát jelenleg Magyarországon 12 megbetegedést tartunk nyilván. Ez utóbbi három eset, amivel kiegészült a lista, mindhárom iráni diák, aki az első felfedett esetnek szintén a kontaktja. Tehát ők is abban az esti rendezvényben voltak jelen, és együtt az első diákkal, akivel indult tulajdonképpen az esetek felderítése Magyarországon. Mindhárman kontaktként már a László kórházban voltak, tehát így derült ki a tegnapi napon az ő pozitivitásuk is. És akkor ennek kapcsán szeretnék beszélni a laborvizsgálatokról röviden. A kontaktokat jellemzően az eljárásrendnek megfelelően sem kellene vizsgálnunk. Európában ezt nagyon kevés helyen teszik. Magyarországon mi viszont az összes kontakt esetet is megvizsgáljuk laboratóriummal. Így lett saját tapasztalatunk is arról, amit a szakirodalom is nyilván tart, hogy egy vizsgálatot követően egy ismétlő vizsgálatot javasol az Egészségügyi Világszervezet, amelyet minden esetben elvégzünk. Vannak különösen indokolt esetek, amikor még egy harmadik vizsgálat is következik. Így derül tulajdonképpen fény azokra a pozitivitásokra, ami mi magunk is látunk. Ezen belül is nagyon lényeges megemlítenünk azt, hogy noha 12 esetünk van, ebből már 4 olyan, aminek az első laboratóriumi vizsgálata negatív lett, és a második során igazolódott a pozitivitás. Ha ezeket a kontaktokat nem vizsgálnánk meg laboratóriumban, akkor nyilvánvalóan ezzel kevesebb információ állna rendelkezésre. Tehát minden laboratóriumi vizsgálat a szakma szabályai szerint, ahogy azt a WHO eljárásrendje javasolja, megtörténik kivétel nélkül, és mint említettem, még azon túl is. A laboratóriumi vizsgálatoknak a fontossága az mindenhol különös figyelemre serkenti tulajdonképpen az embereket. Azonban éppen az elmondott példa magyarázza azt, hogy ezeknek a pontos szakmai kivitelezése rendkívül fontos. Pontosan leírt az a módszer, az a metodika, amit a WHO elvár, és igazoltnak veszi az esetet. Számos más egyéb eljárás van a látókörünkben, ami tulajdonképpen nem validált, nem egy biztonságot ad, hiszen láthatjuk azt,
hogy a koronavírus egy olyan kórokozó, amit nem könnyű kimutatni, és még a validált metodikailag megfelelő módszerrel is ismétlő vizsgálatot kell végeznünk. Hogyha ez negatív, és elengedtük volna ezeket a diákokat, akkor ők szabadon járkálhatnának bárhol föl alá, és nem derült volna ki az ő pozitivitásuk. Úgyhogy ez feltétlenül szükséges, hogy azt a laboratóriumi módszert kövessük és használjuk, amit a WHO javasol. Ennek kapcsán mondanám el azt, hogy tegnap több olyan kérdés elhangzott, amire szeretnék én most reflektálni. Az eljárásrendünk. Az eljárásrendünk négyszer módosult, valószínűleg most ötödik alkalommal is még a mai nap folyamán fog. Már elkészült a tegnapi nap folyamán a módosított eljárásrend, amit tulajdonképpen reggel kiadtunk volna, ha nem jött volna az a hír, hogy a WHO Health Security Committee, tehát az Egészségbiztonsági Bizottsága és az ECDC nem hív össze ma délután 3 órára, tehát nem sokára lesz ez a telekonferencia, amelynek során az utolsó simítások a jelenlegi helyzetre, járványügyi helyzetre vonatkozóan megtörténnek. Mivel reggel mi ezt a hírt megkaptuk, ezért úgy gondoltam, hogy a napra kész adatok birtokában és a szakértői döntés meghozatalát követően, amennyiben szükséges az általunk elkészített eljárásrendnek valamiféle kiegészítése, korrektúrája, azt tegyük meg. Úgyhogy bizonyosan változni fog az esetdefiníció, ezt tudjuk, és ennek megfelelően fog nagy valószínűséggel változni a laboratóriumi vizsgálatok rendje is, gyanítom, hogy kiegészülve, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy az aktuális járványügyi helyzethez igazodunk, és Európában egyelőre a járványnak a terjedésével még bőven számolnunk kell. Amire szeretnék még külön reflektálni a tegnapi nap eseményei kapcsán, az a bevezetett látogatási tilalom. Több kérdés érkezett hozzánk, és ezért szeretném ezt a kérdést közelebbről megvilágítani. A látogatási tilalom az a kapcsolattartásnak csak egyik formája. Ezen kívül a beteg és a hozzátartozója között számos más egyéb kapcsolattartási forma is létezik. Gyakorlatilag ez azt tiltja meg, hogy a beteget a hozzátartozója az egészségügyi intézményben meglátogassa. Ez került most tiltásra. De mindig vannak kivételek. Ezért nem tilos. A súlyos állapotú, önmagát ellátni nem tudó beteg látogatása, illetve mellette tartózkodás. Ezt az egészségügyi törvény deklarálja a betegek kapcsolattartási jogának érvényesítése érdekében. A kiskorú mellett ott lehet a szülő, különösen is, ha ő kontaktként kerülne esetleg megfigyelésre, ami idáig még nem volt, hiszen számos alkalommal elmondtuk, hogy a gyermekeket jellemzően nem érinti a betegség, de ilyenkor a szülő vagy a törvényes képviselő mellette lehet. Természetesen, hogyha karantén intézkedés zajlik, akkor el kell dönteni, hogy bevonul-e vele, és akkor ő is nyilvánvalóan aláveti magát a 14 napos együtttartózkodásnak, mert akkor már onnan kimenni nem lehet a lappangási idő alatt. A szülőnő mellett lehet egy általa választott személy, ez nyilvánvalóan a leggyakrabban az úgynevezett apás szüléseknél fordul elő, illetve jelentkezik ez az igény.
és a beteget felkeresheti vallási meggyőződésének megfelelő egyházi személy. Ezekben az esetekben természetesen az egyéni védelemről nem szabad elfelejtkezni, gondoskodni kell. Hogy hogyan történik ez egy-egy konkrét helyen, azt az intézmény házi rendje határozza meg. Gyakorlatilag az egész intézkedés azt a célt szolgálja, hogy a fertőzés terjedését megakadályozzuk, és pont a legérzékenyebb, a legkompromittáltabb személyeknek ne lehessen még csak esélyük sem arra, hogy a fertőzést megkapják. Ezért nagy tisztelettel kérem a lakosságot, a hozzátartozókat ezeknek a tudomásul vételére. Ez az intézkedés nem egyedülálló. Bizonyára emlékeznek arra, hogy évről évre influenza járvány esetén, mint ahogy most is van, számos intézményben ezt a tilalmat el szoktuk rendelni. Én éppen a szeretteink védelme érdekében kérem az együttműködést a hozzátartozók részéről. A másik a szociális intézményeknek, a bentlakásos intézményeknek a köre. A látogatási tilalom az nem karantén. Ne keverjük össze ezt a két fogalmat. Természetesen a látogatás nem ajánlott, hiszen nem tudjuk, hogy a látogató honnan jön, kikkel találkozott, milyen esély van arra, hogy ő bármit behurcoljon az intézménybe. Az időseink védelme, tisztelete és szeretete érdekében tartom nagyon fontosnak, hogy őket különösen is megvédjük. Kimehetnek természetesen az intézményből, az ő részükre sem ajánljuk a széles közösségeket. Tartózkodniuk kell azoktól a közösségi területektől, ahol nagyon sokféle korosztályból sokféle ember megfordul, hiszen hogyha zárt körben mozognak a saját környezetükben, ott a valószínűség nyilvánvalóan a fertőződésre sokkal kisebb. De abban a pillanatban, ahogy kerülnek, ellátogatnak az intézményből más közösségi helyekre, akkor itt a kockázat magasabb. Szó sincsen arról, hogy nem mehet be az intézménybe a postás, az élelmiszerszállító, és hogy nem mehet ki az intézményből az idős ember. Úgyhogy kérem szépen, ezt helyén értelmezzük a látogatási tilalmat, kizárólag arról szól, hogy általunk ismeretlen státuszú, külföldön, itt-ott, járványos területen megforduló hozzátartozó vagy rokon, ismerős, barát ilyenkor tartózkodjon, és nagyon köszönöm a megértést ebben a tekintetben is. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen, és most kérdések. Arra kérem önöket, hogy tekintettel arra, hogy képfelvétel is zajlik a hangfelvétellel párhuzamosan, csak akkor mondják a kérést, hogyha a mikrofon már önöknél van, mert egyébként egyrészt mi sem fogjuk érteni, másrészt meg nem tudják az önök kollégáik rögzíteni. Köszönöm szépen. Tessék. Köszönöm szépen, jó napot kívánok, Bíró Marianna vagyok az index.hu-tól. Első kérdésem az az volna, hogy most, hogy a környező országokban számos rendkívüli intézkedést hoztak a különböző kormányok, iskolák bezárásától kezdve, más intézményeken át, sportesemények elhalasztásán, az operatív törzs álláspontjáról említette, hogy holnapi kormányülésen tárgyal a kormány, de tervezik-e és javasolják-e, hogy hasonló intézkedések szülessenek Magyarországon. A másik kérdésem pedig inkább tiszti főorvosasszonyhoz szólna, az pedig az olaszországi magyarokkal kapcsolatos. Fel van-e készülve a magyar ellátórendszer arra, hogy tömegesen érkeznek haza Magyarországra
Olaszországból egyetértenek-e a római magyar nagykövetségnek a hazahívó, hazaküldő üzenetével, és mi lesz az eljárásrend akkor, hogyha hazaérkeznek ezek a magyar emberek, 14 napot otthon töltenek, és tömegesen mutatják a járvány, illetve a koronavírus tüneteit. Köszönöm szépen. Kezdem. Természetesen ezeket a külföldön bevezetett intézkedéseket is sorra vette az operatív törzse mai ülésén, és szóba került ezeknek a korlátozó intézkedéseknek a lehetősége is. Egyrészt ezzel kapcsolatban szeretném azt elmondani, hogy azok az országok, amik ezeket az intézkedéseket bevezették, azok a fertőzött betegek számában jóval nagyobb számot mutatnak, vagy nagyobb számot, vagy pedig más elvek szerint védekeznek, de természetesen, hogyha arra Magyarországon szükség lesz, akkor ezeket a korlátozó intézkedéseket is be fogjuk vezetni. Olaszország nyilván erre kíváncsi, hiszen elterjedt a hír, hogy Olaszország kiengedi, vagy hazaengedi a különböző országoknak a lakosait. Természetesen ugyanaz az eljárásrend fog rájuk vonatkozni, mint akárki másra az országban. Egy terv van arra vonatkozóan, hogy hogyan próbáljuk őket egy utas vagy több kisebb jobban összeterelve átengedni őket, és ezért ugyanazt a szűrést fogjuk kiterjeszteni, mint ami most működik már a nem schengeni határokon. A mentőszolgálatnak a bevonásával történik a hőmérsékletmérés, illetve a kikérdezés. Tehát erre gondoltunk, hogy nagyobb tömegben érkeznek, és amennyiben bármilyen fertőzési tünetet ők mutatnak, akkor ugyanúgy kiemelésre kerülnek, mint ahogy jelenleg is történik, és az első infektológiai osztályra fognak kerülni, ahol meg fogják várni a laboratóriumi eredményüket. Ezen felül szeretném kérni ezeket a honfitársainkat arra. Nyilvánvalóan, hogyha éppen aktuálisan nem mutat tünetet, akkor van itt egy lappangási idő, amikor még nem ismerjük pontosan az állapotát. Nem mindegy egyébként, hogy honnan jön Olaszországból, de ugye ezt vagy bevallja, vagy nem. Nagyon szeretném kiemelni az egyéni felelősséget, és nagy tisztelettel kérni minden hazaérkező honfitársunkat és a magyar lakosság tagjait is, hogy felelős magatartást tanúsítsanak, hogyha ismerjük az utazási anamnézist, netán tünetek vannak, akkor megvan az aktuális eljárási rend, ha pedig nem, és megtehetik, akkor javaslom azt, hogy járványos területről érkezvén 14 napra inkább maradjanak otthon, ne látogassák a munkahelyeiket, amennyiben ezt megtehetik. Ezt hatóságilag nem rendeljük el, mert nem ismerjük a státuszukat, tehát ez egy javaslat részünkről, és amennyiben ezt meg tudják tartani, azt megköszönjük. A jelenlegi lakosság védelme és a saját egészségük védelme érdekében is. Itt nagyobb tömegre számítunk természetesen. Köszönöm. Tessék. Molnár Eszter vagyok az RTL híradótól. Az egyik kérdésem az az lenne, hogy a Balcsi Zsilinszky kórházban műtötték február 24-én azt a 70 éves idős férfit, aki ugye az ötödik magyarországi beteg. Úgy tudjuk, aztán 27-én engedték haza lázasan, és hogy információink szerint az orvos és az egész team, aki őt operálta, azóta is dolgoznak a kórházban, nincsenek karanténban. Igaz ez, és hogy csak ma kezdték el szűrni a beteggel
érintkező személyzetet. Igaz-e, hogy nem szólt a Szent László Kórház hivatalosan a Balcsi Zsilinszky Kórháznak, hogy ezt a beteget ők operálták korábban, és hogy az idős embernek a volt szobatársa a Balcsi Kórházban, aki volt mellette, őt most kétoldali tüdőgyulladással kezelik. A másik téma pedig az, hogy igaz-e, hogy miután az egyik... Igaz-e, hogy miután az irániak állítják azt, és a közösségi oldalon egyikük tudósít bentről a karanténból, hogy miután az egyik beteggel közölték, hogy pozitív lett a tesztje, a László Kórházban kérték, hogy a szobatársainak nem mondjon semmit, mert nincs kapacitás az elkülönítésre, és hogy együtt vannak, negatívan teszteltek, köhögő lázas betegek. Mindenkit. Köszönöm. Hadd kérjem meg önöket, hogy időtartamba korlátozzuk. Ahogy elnézem, mindenkinek kérdése van hozzánk, és mindkettőnknek van más dolga is. És kérem, hogy ezt vegyék figyelembe a kérdések megfogalmazásánál. És hogyha megengedik, akkor sorba fogunk menni, mert ahogy elnéztem, mindenki jelezte a kérdést. Elnézést, tessék. Természetesen mindenre válaszolok. A Balcsi Kórházban nem most kezdődött a járványügyi vizsgálat. Nyilvánvalóan a László Kórházban lévő betegről beszélünk. Tehát ez egy igazi kutató munka volt, azt kell, hogy mondjam. Valóban némelyik esetet nem könnyű felderíteni, hiszen itt a külföldi kapcsolatoktól kezdve számos tényező felmerül. Azt állapította meg a járványügyi vizsgálat, hogy a korábban említett fiú, aki külföldön járt, egyáltalán nem találkozott az édesapjával, tehát itt két további lehetőség merül fel, hiszen az édesanyján keresztül, ugye a járványügyi vizsgálat az úgy zajlik, hogy az érintett személy elmondja a hatósági személynek mindazon tényeket, mindenre rákérdezünk, ami releváns a járványügyi vizsgálat szempontjából. Amennyiben van egy információ halmaz, akkor abból indul ki a járványügyi vizsgálat. Majd újabb tények kerülnek felfedésre, és ezek bizony változhatnak, és akkor változtatni kell a járványügyi vizsgálat menetét is. Jelen tudásunk szerint ez a beteg nagy valószínűséggel a Balcsi Kórházban nem fertőződhetett meg, hiszen amennyi ideig ő tünetmentesen jött ki onnan. Ezt követően kezdődött a láza, és már ez a László Kórházban került felfedésre. Amennyiben az édesanya, illetve a feleség révén kapta el a betegséget, akkor két napról beszélünk, tehát a lappangási időt figyelembe véve teljesen valószínűtlen, hogy a Balcsi Kórházba bárkinek bármilyen fertőződése történhetett, ettől függetlenül. Azt a mellette lévő beteget vizsgáljuk. A laboratóriumi vizsgálata folyamatban van, még a mai napon ez valószínűleg kiderül, de legkésőbb holnap, és hogy van-e esetleg pozitivitás, úgyhogy minden körülményt körbejárva ismételten kivizsgáltuk ezt az esetet. Ezért is nagyon-nagyon fontos, hogy a népegészségügyi ellenőrök számára pontosan megfelelő mennyiségű és minőségű tájékoztatást adjanak azok, akiknek szükség van arra, hogy felfedjék a valós tényeket, mert ez rendkívül fontos a járványügyi lefolytatás érdekében. A másik kérdés... Ja, az iráni...
Igen, pozitív tehát ezt is kérték, hogy nem mondja el a szobatársának, meg voltak nincsen együtt. Ilyen. Nem, tehát ezt én kerekperec visszautasítom, tehát abban a pillanatban, amikor pozitívvá válik valaki, attól kezdve ő betegnek tekintendő, és elkülönítésre kerül. Ez egy alapvető szakmai szabály, ez kizárt dolog. Tessék. Köszönöm szépen, Zsua Ildikó vagyok, az ATV munkatársa. Tegnap az EMMI megerősítette, illetve a Dél-Pesti Centrum Kórház is, hogy 16 egészségügyi dolgozó érintett, de egyikük sem fertőzött koronavírussal. Az, hogy érintett, az mit jelent, karanténban vannak-e, illetve azóta, ugye ez tegnap 24 órája történt, megállapítottak-e valamelyiküknél koronavírus fertőzést, és a Szent Lászlóban vagy bármelyik másik kórházban érintette bármelyik egészségügyi dolgozó, illetve egy másik kérdésem is van, a 8 milliárddal kapcsolatban, ez sok vagy kevés, és ön szerint mi az, ami prioritást kell, hogy élvezzen? Tehát mi az, aminek első helyen kell, hogy szerepeljen majd a holnapi javaslatukban? Főorvosasszony? Valóban. Tehát azt tudom mondani, hogy a Bajcsi Kórházban is mihelyt szükség lenne rá, és indokolt lenne, bizony karanténba kerülnének az egészségügyi dolgozók, mint ahogy ez szükségessé vált a Szent László Kórházban. Megerősítem a hírt, amit mondott. Valóban 16 fő személyi egészségügyi személyzet karanténban van a Szent László Kórházban. Negatív mindegyiküknek az első laboratóriumi, az ugyanaz, igen, a Szent László Kórház, vagy a Dél-Pesti Centrum Kórház. Tehát ez nagyon megnyugtató számomra, de természetesen következik a második laborvizsgálat is. Holnap. Igen. A 8 milliárd forinttal kapcsolatosan nyilván prioritást az élvez, hogy a betegek felgyógyulhassanak, más beteg ne legyen, vagy lehetőség szerint minél kevesebb beteg legyen. Nyilván kordában tudjuk tartani az eseményeket, de most már azt nem tudjuk megelőzni, hogy ne alakuljon ki a betegség Magyarországon. Tehát ez élvez prioritást. Minden olyan kiadás, ami ezt a célt szolgálja, az prioritást fog élvezni, és nem tudom, hogy ez mennyire lesz elég és mire lesz elég, de ahogy említettem már, ez most egy első keretösszeg, és hogyha szükséges további pénzforrás biztosítása, akkor ezt a kormány meg fogja tenni. Köszönöm szépen. Tessék. Zalavári Noémi vagyok, az ATV Híradótól. Visszatérnék még a 16 karanténban lévő egészségügyi dolgozóra, hogy egészen pontosan itt akik miért kellett karanténba vonulni, történt valamilyen mulasztás? Több cikkben jelezték azt potenciális koronavírus fertőzöttek, hogy azok az egészségügyi dolgozók, akikkel ők érintkezésbe kerültek, nem viseltek semmilyen maszkot, semmilyen védőfelszerelést. Van erre valamilyen protokoll? Ez lenne az egyik kérdésem. A másik kérdésem pedig az, hogy van-e információ arról, hogy hány turista tartózkodik Olaszországba, ők hogyan fognak hazajönni, hogyha a légitársaságok például törölték a gépeket, illetve hagyd tegyem fel a kérdést, hagyd fejezzem be, egy fél kérdést tettem fel, köszönöm. Illetve, hogyha a vesztek zár alatt tömegesen elkezdenek visszajönni Magyarországra, akkor nem nő-e az esélye annak, hogy potenciális vírushordozók jutnak be az országba? Éppen ezért mondtam azt önöknek, hogy ezeknek az intézkedéseknek nem az a célja, hogy ne utazzanak be egészséges emberek, hanem a fertőzött területekről a fertőzött személyek, a potenciális fertőzött személyek ne tudják elhagyni a területet. Ezért született meg az a döntés, hogy korlátozzuk az Észak-Olaszországból érkező repülőjáratokat. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy ha valaki Magyarországra akar utazni, akkor ezt nem tudja megtenni, hiszen akár más országon keresztül, akár szárazföldön be tud jutni az országba. Éppen ezért kértük meg az Olaszországban tartózkodó magyar állampolgárokat,
hogy egyrészt kövessék az olasz hatóságok útmutatásait, tartsák be azokat a járványügyi szabályokat, amiket ott az olasz hatóságok meghoznak, és ha egyébként hazautaznak, akkor pedig amíg nem tudjuk kialakítani azt a rendszert, ami alapján szűrni fogjuk a Magyarországra belépő személyeket, addig is tartózkodjanak otthon, maradjanak otthon 14 napig, és ha tüneteket észlelnek magukon, akkor a már korábban kialakított eljárásra ennek megfelelően értesítsék a házi orvosukat, de tartunk attól természetesen, hogy ez meg fogja növelni azoknak a potenciális fertőzött személyeknek a számát, akik Magyarországra érkeznek, ezért vezetjük be ezeket az intézkedéseket, és ezért folyamatosan figyelemmel kísérjük az európai helyzetet, és ennek megfelelő döntéseket meghozzuk. A számszerű adatot azért nem lehet mondani az Olaszországban tartózkodó magyar állampolgárokról, mert semmilyen engedélyhez nem kötött az, hogy ők Schengeni térségen belül utazzanak. Azokról tudunk, akik a konzuli szolgálatnál bejelentik magukat és regisztrálják a konzuli felületen, de az általános tapasztalat az, hogy Schengen belső térségében nagyon ritkán teszik meg ezt az állampolgárok. Esetleg még most van lehetőség erre, tehát ez folyamatosan adott lehetőség. Korábban külügyminisztérium államtitkára nagyon részletes tájékoztatást adott ezzel kapcsolatosan, még mindig nem késő regisztrálni erre a konzuli szolgálati, tehát erre a konzuli nyomon követési lehetőségre, de nem nagyon sok állampolgárunkról nem tudjuk, hogy hol van, mert nem élnek ezzel a lehetőséggel. Természetesen van protokoll arra nézve, hogy milyen egyéni védőfelszerelést kell viselnie az egészségügyi dolgozónak. Nem csak most, hanem egyébként is. Tehát a kikérdezés során úgy nyilatkoztak az egészségügyi dolgozók, hogy ennek eleget tettek. Ennek ellenére úgy véltük, hogy éppen azért, mert ők betegek között mozognak, különös figyelemmel és túlbiztosítással mégis megfigyeljük őket. És ezért készültek el a laboratóriumi vizsgálatok. Minden esetre az első eredmények, hogy negatívak lettek, alátámasztják azt tulajdonképpen, hogy valószínűleg viselhették az egyéni védőfelszereléseket, hiszen ez is azt igazolja. Azokról az egészségügyi dolgozókról van szó, akik a súlyos állapotú 70 éves urat kezelték, és körülötte forgolódtak, tehát ott megvolt a szoros kontaktusnak a lehetősége a definíció szerint. Köszönjük szépen! Köszönöm. Tóth Riád vagyok a HVG-től. Az operatív törzs tette olyan ajánlást a kormánynak, amit a holnapi kormányülésen megtárgyalnak, hogy zárt kapus mérkőzéseket rendeznének, akár futball, vagy akár vízilabda mérkőzéseknél. Utóbbi azért különösen érdekes, hiszen ott egy vízfelületben játsszák ezt a sportágat. A másik kérdésem pedig az, hogy ha jól értettem, akkor az idős magyar beteget most azt állítják, hogy nem a hazalátogató fia fertőzte meg, hanem a felesége. Ugyanakkor a fiú a saját bevallása szerint azt mondta, hogy ő találkozott az apjával, és ő vitte kórházba, és a kormányzati tájékoztatási oldalon a mai napig az szerepel, hogy valószínűsíthetően a fia fertőzte meg az édesapját. A sportrendezvények kapcsán egy teljes körű javaslatot tett az operatív törzs sportágra tekintet nélkül, hiszen nem maga a sportág határozza meg a veszélyeztetettség mértékét, hanem az, hogy ott a sportolók, illetve milyen kapcsolatba kerülnek, alakul-e ki testi kontaktus, nyilván egy birkózó rendezvény más, mint egy vívó rendezvény, illetve a nézők biztonsága is nagyon fontos, de természetesen egy szabad téren megrendezett rendezvénynek más kockázata van, mint egy zárt térben megrendezett rendezvénynek. Tehát egy átfogó javaslat készült ezzel kapcsolatosan. És nem titkos, de még nincsen döntés ebben, de természetesen ennek a javaslatnak része az is, hogy lehet olyan eset, amikor zárt kapuk mögött kell megrendezni bizonyos sportrendezvényeket. Azt gondolom, hogy ez a korlátozás az éppen az odalátogató nézők és a sportbarátok
egészségének megóvása érdekében történik, hogy ezek közül, az intézkedések közül a kormány mit tart alkalmasnak most arra, hogy befolyásoljuk a vírus terjedését, azt viszont nem tudom megmondani. Én köszönöm a kérdését. Alkalmam van megvilágítani egy kicsit a járványügyi szakmának a csinyát, binyát, nagyon röviden, dióhéjban. Mind a kettő igaz lehet. Nem véletlen, hogy a járványügyi szakemberek mindig feltételes módban fogalmaznak, hiszen nem tudjuk, nincsen olyan vizsgálati módszer, amiről meg lehet mondani azt, hogy XY adta át a kórokozót egy másik személynek. Ilyen nincsen. Mivel a beteg úr környezetében nem volt más, aki forgolódott, nyilvánvalóan valakinek át kellett adni a betegséget. Egyedüli látókörünkbe került az ő hozzátartozója. Hogy ez most nála tünetileg előbb jelentkezett, hiszen tudjuk, hogy többféle alapbetegségben szenvedő úrról van szó, és ezért nála tapasztaltuk először a tüneteket. Ugyanakkor lehet, hogy már a társánál tulajdonképpen lappangási időszak állt fenn. Ezt nem tudjuk megmondani, nem is fogjuk tudni megmondani soha. Ez mivel más nem volt a környezetében, ezért ezek a feltételezhető módozatok állnak elő. Tehát ezért vizsgáljuk azt is most a kórházban, mivel a hölgy látogatta, de csak 2 napig, tehát a lappangási időnek belül szinte, mert minimálisan 2 nap kell ahhoz, hogy tünetek legyenek. És nem voltak tünetek, egyáltalán nem voltak tünetek még. A távozást követően betegedett meg a bácsi és lett lázas. Ezért ez a feltételezés is adott, és ezért megvizsgáljuk a másik betegtársat is. Köszönöm szépen, tessék. Köszönöm, Baka Zoltán vagyok az M4.hu szerkesztőségéből. Az első kérdésem a rendezvényekre vonatkozna. Feltételes módban fogalmazott, milyen esetszám fölött lépnének hatályba ezek a rendelkezések? Ugye ön kiemelte, hogy a környező országokban, ahol már megtörténtek ezek az intézkedések, ott jellemzően magasabbak az esetszámok. Ebből kiindulva feltételezem, Magyarországon a 12 eset még nem elégséges ahhoz, hogy bevezessék ezeket a korlátozó intézkedéseket, amelyek szerint, ezek szerint lehet tiltás, meg lehet részbeni látogatószám limitálás is. Tehát, hogy milyen esetszám fölött léphetnének hatályba ezek az intézkedések. Továbbá még ez a kérdéshez kapcsolódva, ez csak sportrendezvényekre vonatkozik ez az ajánlás, vagy mozi, színházi előadás, szórakozóhely, tehát számos más esetben is ugye tömeg tud létrejönni egy zárt térben, ezekre is kiterjed-e az ajánlás. A másik kérdésem pedig, hogy mi az ajánlás az operatív törzsnek, ha ez egyáltalán szóba került, milyen protokollt kell követnie a kormánytagoknak a jövőt, illetően a hivatali útjaikra való tekintettel, ugye uniós vita zajlik, közepén járunk az uniós költségvetési vitának, tehát rendszeresen kell például Brüsszelben megfordulniuk. Van-e erre vonatkozóan ajánlása az operatív törzsnek? Köszönöm. Az esetszámokat tekintve azt gondolom, hogy most érkeztünk el ahhoz az esetszámhoz, amikor el kell gondolkodni ezeknek a korlátozásoknak a bevezetésén. Tehát azt gondolom, hogy ez rövid időn belül ezeknek a korlátozó intézkedéseknek a bevezetése meg fog történni. Tessék? Így van. Egyrészt, másrészt pedig azt gondolom, hogy a rendezvényeknél egy fontos szempont az, hogy hányan vesznek részt ezeken a rendezvényeken. Én itt egy színházi előadást és egy több tízezres sporteseményt nem vonnék egy kalap alá. Természetesen gondolkodnunk kell azon is, hogy az kisebb nézőszámú rendezvények vonatkozásában milyen korlátozást vezetünk be. El fog jönni az időszak is, amikor ezzel kapcsolatos konkrét tervek el fognak készülni, és meg kell hozni majd ezt a döntést. Egyelőre most a sportrendezvények kapcsán készítettünk egy tervet,
Itt figyelembe vettük az európai országok gyakorlatát is. Itt bizonyos nézőszámhoz kötik a sportrendezvények korlátozását, tekintettel arra, hogy a nézősűrűség az alapvetően befolyásolja a vírus terjedésének a lehetőségét. És a kormánytagok utazásával kapcsolatosan nyilván nem fogalmazott meg még ilyen ajánlást az operatív törzs. Mi azt látjuk, hogy egyre több közjogi méltóság, egyre több külföldi kormányzati tag jelenti be, hogy nem utazik. Legutóbb, ha jól tudom, akkor a szlovák belügyminiszter mondta azt, hogy nem utazik külföldre és nem fogad. Természetesen a kormánytagok felelőssége fognak dönteni ezekben a kérdésekben, és hát több olyan rendezvény is lemondásra került, ahol kormányzati szereplők vennének részt, itthon is és külföldön is. Most visszaadnám oda a szót, elnézést, mert... Szepes Jönita vagyok a napi.hu-tól. Az lenne a kérdésem, visszatérve a Olaszországból hazatérő magyarokra, hogy közúti ellenőrzés eddig is volt, ugyanakkor azt hallottuk mindenhonnan, hogy rengetegen jöttek haza osztrák és olasz síterepekről, anélkül, hogy bárki bárhol megállította volna őket. Hogy mi a konkrét elképzelés arra, hogy ezt az ellenőrzést hogyan fogják szigorítani, illetve regisztrálják-e a hazatérő magyarokat valamilyen módon, hogy esetleg aztán a járvány későbbi időszakában megkereshetők legyenek, ez az egyik. És a másik pedig az lenne, hogy lehetett olvasni a sajtóban arról, hogy kétféle törzs fertőz, az ázsiai, meg az olaszországi, hogy ez így van-e? Köszönöm. Köszönöm szépen. Nyilván eddig ellenőrzés nélkül tudtak bejutni a Schengeni belső határokon. Azért nem hoztunk ilyen intézkedést, mert egyébként az Európai Unió összes országa és a Schengeni területen belül található összes ország követte ezt az irányelvet, és nem hajtott végre ellenőrzéseket a belső határon. Tekintettel arra, hogy az olasz kormány ilyen korlátozó intézkedést hozott, ezért kellett nekünk is ezzel a tervvel elkészülnünk. Többféle verziót, többféle lehetőséget dolgoztunk ki. Ez természetesen egészen addig terjed, hogy szisztematikusan ellenőrizzük a beutazók bizonyos körét, és akár regisztrálni is fogjuk őket. A későbbi járványügyi helyzet megnyugtató rendezés érdekében, és természetesen készült olyan terv is, ami a beutazó állampolgárok önkéntességén és az elkötelezettségükön alapul, amelyben ugye kifejezik azt az önkéntes vállalást, hogy ők is szeretnének hozzájárulni ahhoz, hogy Magyarországon ne terjedjen tovább nagy mértékben ez a fertőzés. A törzsekkel kapcsolatban. Igen, természetesen a szakirodalomban sokféle ismeret megjelenik, napról napra bővül az ismeretek tára. Magyarországon jól azonosítottuk ezt a hetedik törzset, ami úgy néz ki, hogy körülbelül 20%-ban tér el a genetikai állományát tekintve azoktól az ismert törzsektől, ami korábban hatféle volt jelen Magyarországon is. Ezek általában enyhe tünetekkel, náthával járó megbetegedések. Ez a 20%-os módosulás elegendő volt ahhoz, hogy ezt a járványt létrehozza. Folyamatosan vizsgálják a törzseket. Az ismeretek tényleg napról napra bővülnek, és igazából ameddig a WHO ezt nem deklarálja, hogy más törzseket keresnünk kellene, addig azt a törzset vizsgáljuk, amit ő deklarál. Pontosan megvan, hogy E-gén, polimerázgén és milyen azonosítási módszerekkel tudjuk beazonosítani azt a típust, ami most Európában a járványt okozza. Elképzelhető, hogy van és lesz módosulás, ugyanúgy, mint az influenzánál, hiszen ez is egy légúti vírus, nagyon könnyen lehet, hogy változik. Azért az eddigi ismereteink alapján, hogyha egy vírus nagyon sok
sokszor támad, nagy tömegeken átmegy, akkor úgy mondjuk, hogy passzálódik, tehát egyre veszít a virulenciájából és a megbetegítő képességéből. Nyilván ebben a szezonban talán ennek a hatását még kevésbé fogjuk tapasztalni, de olyan kutatásokról is olvasunk, ami arról tájékoztat minket, hogy a következő szezonokban ez beáll a hat mellé hetediknek, és ugyanúgy bele szelidül a humán vonalba, mint ahogy a hat másik. Tehát jól értettem, hogy akkor a Olaszországban azért van több halálos áldozat, mert az egy agresszívebb változat, mint az, amelyik Kínában kirobbantotta a járványt? Nem, én ezt nem állítanám, tehát ez most egy konkrét módosult törzs, aminek folyamatosan vélik felfedezni a még a módosulásait is a járvány időtartama alatt. Tehát ilyet még nem lehet kijelenteni, nincsen róla annyi ismeret, hogy ezt ki tudnánk jelenteni róla. Köszönjük. Tessék. Danu Anna vagyok, a Népszava újságírója, és a Népszava már tegnap dél körül értesült arról, hogy 16 dolgozót valamilyen módon karanténba helyeztek a Szent László kórházba. Miért nem tartották fontosnak ezt elmondani a tegnapi operatív törzs tájékoztatóján? Illetve azt lehet hallani kórházvezetőktől, hogy az arcmaszkot háromszoros áron kínálja nekik a BV, mint korábban. Ugyanek mi az oka, és ez ellen az árdarágítás ellen is fellépe a BV, illetve hogy készülnek a járvány jelenlegi állása szerint lélegeztetőgép vásárlásra. Köszönöm. Minden nap tartunk sajtótájékoztatót, akkor az elmúlt 24 órának az új ismereteit hallják tőlünk. Tehát most mondtuk el, tájékoztattuk önöket az egészségügyi dolgozókról. A BV folyamatosan gyártja a maszkokat. Én nem ezzel kapcsolatban semmilyen árdrágulásról nem tudok. A büntetésügyre a konkrét árakat tudjuk, hogy miről mennyire emelkedett? És a szűrős maszk 2600 forintról 5000 forintra emelkedett. Én úgy gondolom, hogy a büntetés végrehajtás nem ennyiért adja ezeket az eszközöket egyébként. Egyrészt, másrészt pedig azt figyelembe kell venni, hogy a büntetés végrehajtás szervezete most átállt egy három műszakos folyamatos termelésre, ami természetesen okoz bizonyos költségemelkedést. Igen. A több mint 1600 lélegeztetésre alkalmas helygép van jelenleg az országban. Ezek felmérésre kerültek. Továbbá pontosan ismert egy tervet állítottunk össze ahhoz, hogy milyen ütemben és milyen helyeken állnak rendelkezésre, és hogyan centralizáljuk ezeket, amennyiben szükség lesz rá. Úgyhogy elegendő lélegeztetőgép van Magyarországon, ráadásul ezek az ECMO készülékek, amik még ugye a testen kívüli lélegeztetést is lehetővé teszik, ebből is van 6 darab plusz egy, és még beszerzés alatt is vannak gépek. Tehát én úgy gondolom, hogy elegendő lélegeztetőgép van az országban. Jó napot kívánok, Unyatyénszky György, Pesti Hírlap.
Lapunk első kérdésem az arra vonatkozó, hogy lapunk úgy értesült, hogy a Kútvölgyi klinikai tömbben a belgyógyászati osztály egy költöztetésen esik át, és forrásaink arról beszéltek, hogy ez a koronavírussal összefüggésben van ez a mostani költöztetés, viszont ennek a részleteiről egyelőre az egyetem még nem tudott tájékoztatást adni. És ki érdeklődnék arról, hogy ez igazából most mi történik és miért. A második kérdésem a kolléganő az iménti lélegeztetőgépes kérdésére csatlakozna, hogy Olaszországban ugye az volt tapasztalható, hogy lélegeztetőgépből volt hiány, és ugye most már közelított az esetszáma a 10 000-hez. Magyarországon mi lehet az a fertőzöttek száma, mi lehet az az esetszám, ami már problémákat jelenthet a lélegeztetőgépek számára vonatkozóan? Köszönöm szépen. Ha megengedi főorvos asszony, akkor a Kútvölgyi kórház vonatkozásában válaszolná meg a kérdést. Ugye talán tegnap mondtuk el ezt, hogy elkészült az a terv, ami alapján plusz kapacitásokat szabadítunk fel, hogyha egyre több szemét kell megfigyelés alá vonni, vagy egyre több szemét kell elkülöníteni, akkor legyen megfelelő hely. Ennek az ütemtervnek megfelelően folyik ennek az intézménynek az ürítése, és legjobb tudomásom szerint ez a mai operatív törzs értekezleten is elhangzott, hogy erről az egyetem tud egyébként, és ennek megfelelően is a szükséges intézkedéseket megtette már annak érdekű, hogy ez az intézmény is használható lehessen szükség esetén elkülönítésre és megfigyelésre. Több intézmény kapott már közigazgatási határozatot a Nemzeti Népegészségügyi Központtól a felkészülés jegyében, akár arra a célra kijelölve, hogy a betegellátásra készüljön fel, akár pedig karantén kijelölése céljából. Ez is az egyik intézkedés, amiről említést tett. Ma reggel az ország összes kórház főigazgatója részére tartottunk értekezletet, amelyen kifejezetten felhívtuk a figyelmet, nyomatékosítottuk a felkészülésben való felelősséget, a közös felelősségünket, és elmondtuk azokat az elvárásokat, és tájékoztatást adtunk a főigazgatóknak arról, hogy a jelenlegi tervek szerint milyen intézkedések fognak következni, természetesen a járvány megfelelő szakaszában, tehát ahogy szükséges, úgy intézkedések is történnek. Egyébként raktárban is vannak még lélegeztetőgépek is. Tudomásom szerint legalább 20 van, amit nem használnak most a Dél-Pesti Centrum Kórházban sem, de lehet, hogy egyéb helyeken is még van, tehát tudok róla, hogy jelen pillanatban bőségesen. Modellkísérletek vannak. Rengeteg modellkísérletek, matematikai modelleket, mindenfélét kapok én naponta. Az a kérdés, hogy a vírus ezt mennyire veszi figyelembe. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk fel kell készülnünk minden forgatókönyvre, és ezt a célt szolgálja az, hogy egy tervezés mentén fokozatosan haladunk előre olyan mértékben, ahogyan az szükségessé válik. Nem mondok számokat, semmiféle számokat nem mondok. Annak érdekében teszünk, hogy ezek a számok minél alacsonyabbak maradjanak. Köszönjük szépen, tessék, parancsoljon. Varga Mónika vagyok az Inforádiótól. Van-e olyan kormányzati weboldal, platform, ahol a külföldiek tájékozódhatnak arról, hogy mi a teendő, esetleg tüneteket észlelnek magukon, illetve ezen a bizonyos információs vonalon beszél-e valaki angolul, tehát tud-e külföldieket tájékoztatni? A másik kérdésem pedig az, hogyha egy munkahelyen egy kolléga elkapja a vírust, akkor mi a teendő a munkahelynek, és mi a teendője a munkatársaknak? Kell-e valakit értesíteni a munkahelynek, kell-e a munkatársaknak karanténba vonulni? Köszönöm. Először is a koronavírus.gov.hu felületén az angol nyelvű tájékoztatás kialakítása folyamatban van. Az ügyeleti központban mind az elektronikus levelek megválaszolásában, mind pedig a telefonhívások kezelésében olyan munkatársak vesznek részt, akik
angol nyelvű tájékoztatást is tudnak adni. A munkahelyek vonatkozásában számos kérdés érkezik hozzánk, amelyeket sorra válaszolunk meg. A munkahely is egy olyan közösségi tér, amilyen a többi. Tehát, hogyha megbetegedés fordulna elő, akkor ugyanúgy megtörténik a beteg ellátása az eljárási rendnek megfelelően, és természetesen a kontaktok felmérése is egyidejűleg megtörténik. Magyarországon jelenleg a Délpesti Centrum Kórházban kijelölve mind a betegellátás, mind pedig a zárlat, a járványügyi zárlat hétköznapi nyelvén karantén részére. Tehát, hogyha megbetegedés történik, akkor egyértelmű. Ha nincs megbetegedés a munkahelyen, hanem járványos, fertőzött területről tér vissza valaki, és a munkáltatója is lehetővé teszi számára, akkor javasoljuk, hogy a lappangási időszakban végezzen otthonról munkát, vagy pedig hát a távollétét akkor más munkaügyi intézkedésekkel tegyék meg. Én nagyon bízom abban, hogy egyre kevesebb lesz ilyen. Most úgy várjuk a visszatérő honfitársainkat, de nagyon remélem, hogy járványos területre már nem utazik senki. Semmit. Tehát nyilván a munkahelynek annyit kell csinálni, bocsánat, hogy ott a népegészségügyi szakemberek tanácsait követve a területnek és a helynek a fertőtlenítését ezt elvégezzék. Köszönöm, tessék. Jó napot kívánok, Samok Dávid, belső srácok. Az lenne a kérdésem, hogy az eddigekkel ellentétben, ugye most a hazatérő, Olaszországból hazatérő magyarok, azok egy jóval szélesebb társadalmi réteget érinthetnek, mint ugye eddig az iráni hallgatók és az ő kontakt személyei, illetőleg a Magyarországon kvázi átutazóban fertőző illető. Az lenne a kérdésem, hogy a Nyugat-Európában látható események mellett mondjuk oktatási korlátozásokra, ilyen jellegű intézkedésekre az operatív törzs milyen ajánlásokat fogalmaz meg, mi az a kritikus szám, ami után ez egyáltalán felmerülhet, illetőleg egy egészen konkrét gyakorlati esettel kapcsolatban szeretném kérni az állásfoglalásukat. A Debreceni Egyetem talán az ország egyik legjelentősebb külföldi hallgatójállományával rendelkezik, és ott már konkrétan több kar esetében vezették a hallgatók és az oktatók, illetve a hallgatók és hallgatók közötti érintkezésnek a csökkentését, az órákat elhalasztják, illetőleg zárt helyi dolgozatokat, stb. Csökkentenek. Az lenne a kérdésem, hogy az ilyen jellegű intézkedéseket önök a jelen helyzetben túlzónak, helyén valónak, vagy szükségszerűnek minősítenének inkább? Köszönöm. Nem tartjuk túlzónak, hiszen ezek az intézkedések mind-mind elejét vetik a vírus terjedésének, különösen azokon azokban az intézményekben, ahol jelentős számú személy van, akik esetlegesen az érintett góc területekről érkeztek. Természetesen az operatív törzsülésen is felmerült a képzőintézmények iskolák vonatkozásában bevezetendő korlátozások köre. Én azt gondolom, hogy amint ez szükséges lesz, akkor ezt is meg fogja lépni az operatív törzs, ezt az intézkedést is meg fogja lépni az operatív törzs. Addig is minden ilyen intézkedés az üdvözlendő és előremutató, azt gondolom. Tessék. Köszönöm szépen, Dombi Marian, TV2. Tegnap az EGRI kórház sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy két magyar nőt figyelnek meg koronavírus gyanúval. Nekik elvileg már, vagy tőlük elvileg már vettek mintát. Ennek van-e eredménye, lehet-e bármit róla tudni? Én erre a konkrét esetre most nem tudok válaszolni. Tehát most már azért rengeteg kontaktunk van, és lehetséges, hogyha tegnap beérkeztek ők Egerbe,
akkor bizonyára már az NNK-ban van a mintájuk, és akár a reggeli tömeggel tulajdonképpen már laborvizsgálat alatt van konkrétan Egerbe, és ezt ne is várják el tőlünk, hogy minden infektológián, akik éppen ebben az órában vagy látótérbe kerülnek, nem fogok tudni mindenre válaszolni, mert az infektológiákra kerülnek be ugye az eljárás rendszerint a gyanús esetek. A mai napon, hogyha az ő mintájuk pozitív lenne, az biztos, hogy kiderül, és akkor holnap már fogok tudni tájékoztatást adni róla. Nem tudom, mi van a két egriben. Meg fogom nézni. Köszönjük szépen. További kérdés. Ha nincs, akkor megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Jó munkát kívánok. Viszontlátásra.